Az elmúlt években megszokottnál ezúttal korábban, november utolsó hétvégéjén rendezték meg a Nyírerdő Retro Rádió Kupa öregfiúk labdarúgó tornát. A 35 év fölötti játékosokat felvonultató együttesekben jó néhány nagypályán veretes múltat maga mögött tudó futballista lépett pályára. Az új helyszínnek számító Móra iskola csarnokában 20 csapat harcolt a kupáért. Óriási mérkőzések voltak, akár melyik csapat tovább tudott volna jutni egy-egy csoportból, ez főleg a szombat esti délutáni csoportokra vonatkozott, és igazi parkettművészek voltak, itt voltak a megye igazi krémjei, akik már letettek elég sokat a magyar labdarúgás asztalára, de itt voltak Hajdú megyéből, és csapatok közöttük két válogatott játékos is szerepelt, hiszen a kocsordi csapatban szerepelt Bodnár László, a balmazújvárosi csapatba pedig Igor Bogdanovics. A 46-szoros válogatott Bodnár László reményei szerint januártól Cipruson játszik majd, addig hasonló tornákon igyekszik karbantartani magát a futballista. Nagyon jó csapatok vannak, öreg fiúban most már úgy néz, hogy én is belesek ebbe a korosztályba. Hát eljöttünk egy, nekünk van mindig egy baráti társág, akivel össze tudunk járni öreg fiúkra, és eljöttünk erre a tornára, ami még egyszer mondom, nagyon jó, nagyon színvonalas. Hát most úgy néz, hogy kikaptunk, hogy lehet ezzel a vereséggel kiestünk. A negyedik Nyírerdő Retro Rádió kupát a nyíregyházi Standox csapata nyerte a hajdúböszörményi Tungszramese és a nyíregyházi Nyírségkopi előtt. A gólkirályi címet a Nyírségkopis Nagy János szerezte meg, a legjobb kapusnak a Standoxos Szabó Attilát, a legjobb játékosnak pedig Igor Bogdanovicsot választották meg a szakemberek.